estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Érdemes halon jött hátul? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Lehet, hogy elég is ennyi belőle. Jelent akarja a számom. Pozsgai Zsoltot látták. Pozsgai Zsolt működött közre, és Pozsgai Zsolt fog közreműködni. Szondi György vagyok, ennek a lihenni fogok. A Szédus műhelynek és a Naput folyóiratnak, a Naput online portálnak a főszerkesztője, elnöke. Tim Hall, a két könyv, két verses könyv, amelyeknek a bemutatójára ma kerül sor egymás után. Először Szabó Aidáé, majd utána Tornai Kszéniáé. Ez az év, ami törzsközönségünk már tudja, hogy a könyvkiadásból visszavonuló olyan esztendő, amikor én visszavonulok a könyvkiadástól, épp ezért a végén nagyon sok, azt mondták, kapjam be, nagyon sok, nagyon sok könyv, több mint 50 könyv kerül idén. Sajnos most már be kell fejeznem a rossz mondatot bemutatásra, tehát bemutattunk ennyi könyvet, és lehetőség szerint törekszünk valóban a könyvek megjelenése után esteket is szervezni a szerzőknek. Ez a törekvésünk már több évtizedes, és nincs más mód, mint hogy kettesével kerüljön erre sor. Most így jöttünk össze Szabó Aida és Tornai Kszilvia közös könyvbemutatójára. Az est közös, a könyvbemutató külön-külön követi egymást. Köszönöm a Bolgár Kulturális Intézetnek, nagyon régi kedves gazdánknak, hogy ismét rendelkezésünkre bocsátotta önzetlenül ezt a termet. Ez azért köszönhet, hogy bolgarista vagyok is. Hát, hazai kapcsolat. Na most mutattam ezt a kettő könyvet, amelyik szinte rémel egymásra, mint arra törekedtünk volna, hogy a két kötetnek olyan borítója legyen, hogy hasonlítsanak, hogy mintha jeleznék, hogy ennek a kiadónak a borító terv egységessége nincs. Így hozta a sor, így hozta Aidának és Kszéniának az ötlete, illetve az ő művészeiknek a teljesítménye. Azt is el kell mondanom, és minthogy jó másfél órá rendelkezésünkre vissza kellene fognom magam a szóbőség területét, de olykor nem megy, utólag veszem észre, hogy mennyit fecsegek, ugye? Lólogatnak, igen. Hogy az volt már a kiadónak régi terve, ami most megvalósul, hogy úgy legyen egy közös bemutatója két szerzőnek, hogy az egyiknek a keresztneve valahol az ABC elején legyen, a másiknak a keresztneve az ABC végén, és mind a kettő különleges név legyen. Kszénia és Aida. Hát a törekvésünk idáig jutott, most jutott el adáig, hogy Aida és Kszénia könyvbemutatójára így kerül sor. Azt is el kell mondanom fájdalommal, ez meglepetés sokaknak, ahogy máskor már Vázsonyi János jön be a szaxofonjával és bűvöli a közönséget, ez sajnos már nem fog megtörténni. János elfelejtette, nem akarjuk szépíteni, és nagyon messze van Budapesttől. Elnézését kérjük. Itt van viszont velünk Pozsgai Zsolt, valamennyien gondolom ismerik a neves írót, drámaírót,
film és színpadi rendezőt, aki maga jelentkezett, hogy ismeri már a Naputonlájról a két költőnek a verseit, új minőségben vers előadóként, tehát előadó művészként is szerepeljen. Úgyhogy most megtapsoljuk őt. A végén, igen, de az elején ezt szoktam csinálni, és úgy terült volna az ingadozáson közben megtenni, hogy megtapsoljuk a két főszereplőt. Tornai Cíni, a légy szíves, egy pillanatra álljál fel. Ő lesz a második a sorban, és Szabó Aida. Az újabb ilyen kettős bemutatóknak a rendszere az, hogy én megkérem a szerzőket, hogy maguk találjanak maguknak beszélgető társat. Ez most is így történt. Aida Vihar Judit, japanológust, haiku költőt választotta, őt is köszöntjük. És mint hogy ez most öntörvényen és az ő belátásuk szerint fog az újabb kettős kivonulásáig, amely mondom egy jó 3-4 óra múlva képzelhető el, nekem itt szerepem tovább nincs, tehát lelépek, mindenkinek kívánok egy kellemes, egyszer még fölépek, viszont látásra jövök, kellemes másfél órát. Nagyon köszönöm Szondi György szavait. Csak egy mondat, hogy mit keres itt a portás a műtőben, és miért nem egy színész van itt rendesen állva. Azért, mert nagyon megszerettem a két költőnő műveit, és amikor Gyuri mondta, hogy lesz az első, és odaadta a műveket, és megkérdezte, hogy van-e kedvem, mert tudja, hogy baráti társaságban szoktam olvasni verseket a barátaimnak, mert meg szoktak kérni. Vettem a bátorságot, és gondoltam, hogy ez az én viszont ajándékom, ők megajándékoztak az élményre, én megpróbálom ezt visszaadni. Ha nem sikerül, akkor úgy lesz. Réka, Rika királynő. Hegyes tetőn föld lélegzik, Rika partján kő emlékszik. Szúrt hajlatban Rika patak siet, szalad, fényes szalag. Vize fodrosz kövek között, felső rákos vargyas mögött, ableányok bűv koszorú, dalog-dalog, de szomorú. Rika erdő kerek mélyén, időszágult fái kérgén, némporoszkál király bágyat, nyila kardja már megfáradt. Puha szárnyú emlék suhan, tenyerében feje búsan, csend sóhajban sólyom szitál, tölgy korona esőt kiált. Erdő lila árnyát bontja, letűnt tavasz álmát untja, holtsugártől ezüstfehér itt-ott megcsillant levél felén. Alkony tehel könnyű pára, arcot fakaszt hullámránca, hangja sejmét víz susogja, égfény szemét elringatja. Holdudvarban suta redzen, lágy kacagás csengőn reppen, míves szirmú tulipánt költ, fonal röpköd ujjai közt. Öreg baglyok morzgolódnak, száncsapások morzsolódnak, körben lányok gyöngykoszorú, dalog-dalog, de szomorú. Egyestetőn szél lélegzik, Rikavárban kő emlékszik. Hegyenvölgyön szálló csikó, sárkányröptű, hasos hintó. Őszen bika vágtat, poroz, égterz, doboz, dübög, robog, bikásegyről bukfencet vett, rőthabot fest, láng kereke. Szúrt hajlatban Rikapatak siet, szalad fényes szalag, ködleányok, öt koszorú, dalug-daluk, de szomorú. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy éppen ezzel a költeménnyel kezdődött Szabó Aida új kötetének bemutatása, mert ezt a verset én is kijelöltem magamnak, mint az egyik legszebbet, legjobbat. Köszönjük szépen a gyönyörű felolvasást! Hadd mondjam el,
hogy Szabó Ajdát bizony régóta ismerem, ugye mi nők nem áruljuk el az időt, hogy hány éve, de bizony nagyon régen, amikor is megalakult Magyarországon a Haiku Klub, a Magyar-Japán Baráti Társaságon belül, és akkor haikukat kezdtünk írni, olvasni, fordítani, és ez tart mind a mai napig, és hadd áruljam azt is el, hogy két nappal ezelőtt, április 27-én szombaton tartottuk meg a 11. Magyar Haiku Napot, amelyen több kategóriában voltak versenyek, volt haiku, ugye ez egy kis, rövid, gyöngyszemnyi költemény, ami 17 szótagos versekből áll, volt haiku verseny, volt haiga verseny, ez egy olyan műfaj, hogy egy kép, és hozzá egy vers tartozik. Tehát a vers és a kép szinte öleli egymást. És a harmadik műfaj pedig a haibun volt, amely nem más, mint versekkel, haikukkal díszített utinapló. Ebben a kategóriában, azért mondtam ezeket mind el, hogy értsék, hogy miről van szó, tehát a haibun kategóriában Szabó Ajda nyerte el az első helyezetet. Gyönyörű, gyönyörű haibunt írt. A téma az volt, hogy hegyre fel. Nagyon nehéz haibunt írni, de ő csodálatosat írt. Ugyanilyen csodálatosak vannak a kötetében is. És most már rátérnék az Ajda új kötetére, amely nekem nagyon-nagyon tetszett. Azt mondanám, hogy ez egy szivárvány kötet, mert annyiféle színt mutat, mint egy szivárvány. Valójában négy részből áll. Az első részben a hazaszeretet minden egyes árnyalata jelen van, gyönyörűen ábrázolva, a magyarság őskorától kezdve, sokszor látjuk ugye etelközt, a paripáknak a robogását, gyönyörűen leírva, tehát egészen a mélyéig hatol a magyarság érzésének nagyon-nagyon sok költeményben. Ugyanakkor az ősi érzés mellett nagyon gyakran érezni Arany Jánosnak a hatását, legalábbis én így éreztem, a Rege a csodaszarvasról, ugyanaz a hangnem, ugyanez szólal meg, a csodaszarvas motívum, és csak csengenek, bonganak a rímek, ahogyan már hallottuk is, mindenütt az ősi nyolcassal találkozunk, tehát a magyaroknak az ősi verskultúrájával. A második részben pedig megtaláltam azt a műfajt, amit én művelek és amivel én dolgozom, és ez a haiku volt. A haiku, ugye ez a nagyon kis törékeny műfaj, ennek van hagyományos és modern változata is. A hagyományos változat az a 14. században keletkezett Japánban, és a 16. században érte el csúcsát. A legnagyobb költőjük Matsuo Basho volt, aki igen magas szintre emelte ezt a műfajt, és minden egyes hagyományos haikuban, ugye tudjuk, a japánok nagyon szeretik a természetet, minden egyes hagyományos haikuban valamelyik évszak szerepel. Az nem lehet, hogy több, csak egy évszak. Mondok gyorsan egy példát. Szilva virágok, a májva színű légben álmom idézik. A haikut kétszer kell felolvasni, ahogy Matsuo Basho mondta, hogy először megértsük, utána pedig meg is érezzük. Tehát még egyszer elolvasom.
szilvavirágok a májva színű légben álmom idézik. A 20. században egy másik költő terjesztette el ezt a műfajt, mert ugye a 20. században Európa felé fordult Japán, pontosabban 1868-tól kezdődően, és akkor elkezdték majmolni az európai és amerikai költészetet, mindenki szabad verset írt, és ekkor egy költő, a neve Masaoka Shiki, azt mondta, hogy nekünk is vannak saját műfajaink, és ő nevezte el ezt a verset haikunak is. És attól kezdve már a haiku nem csak az évszakok ünneplésére szorítkozott, hanem bármilyen más témában is lehetett írni. Hát most egy modern haikut is felolvasnék. Csilingelve fut az élet, vége mégiscsak harangkongás. Csilingelve fut az élet, vége mégiscsak harangkongás. Ugye milyen gyönyörű ez a modern haiku. Az élet úgy kezdődik, hogy csengőkkel csilingelünk a kisbabának, de a vége az életünknek az a harangzugással ér véget. Nagyon sok új műfaj is van ebben a második részben. A 20. század teremtette meg a haiku füzért, ebben is nagyon nagyot alkotott Hajda. Például az orom, ami ugye többféle jelentésű szó, ezt variálja Hajda. Nem olvasom fel, mert az időnk kevés, de mindenkinek ajánlom, hogy haiku fűzőreket is olvasson Hajdától. Ilyen például a hétalvók legendája. Ez is ebben a második részben fordul elő, és itt fordulnak elő még egy másik, még ősibb japán műfaj, a vaka. A vaka a szó szerint azt jelenti, a va japán, a ka dal, tehát japán dal. Egy időben minden műfajra ezt használták, és ugyanaz a Masaoka Shiki, akit említettem, ő azt mondta, hogy ennek a versnek, ami a legősibb japán vers, tehát a 7.-8. században keletkezett költemény, ugye még a honfoglalás meg se volt nálunk, ők már verses köteteket alkottak, és ebben vakák voltak, és ezt a típusú költeményt, amely 31 szótagból áll, 5 sorból, és minden sorban 5-7 szótagú sorok vannak, ezt ne vakának, japán versnek nevezzék, hanem tankának, vagyis rövid dalnak. Hát ezekre is van példa, és gyönyörűen csinálja ezt is Hajda, mert ebben a versben a 3 sorra felel rá másik 2. És végül itt van a haibun is, ugyanebben a részben, amit már mondtam, hogy ez úti rajz versekkel díszítve, és ebben igazán ki tud teljesenni Hajdának a költészete, és a prózaírói tehetsége is, mert együtt van benne jelen a vers és a próza gyönyörűen. Mégis azt mondanám, hogy az ő lírájában én az anyaságot tartom a legfőbb erőnek, és amit ma hallottam, ez be is igazolódott a számomra, mert most tudtam meg azt, nem baj, ha elárulom, mert ez egy személyes dolog, hogy 3 gyermeke van Hajdának, avval együtt, hogy ilyen köteteket jelentett meg, és 12, egy tucat unokája. Hát ezért tapsoljuk meg őt, jó? Tehát az anyaság az nagyon erősen, a föld anya, az anyai gyökerek, ez nagyon erősen benne van az ő
munkásságában, és akkor, ha megengedik, akkor az egyik nagyon rövid hajbunyát, a széthulló titkokat fel is olvasnám, remélem, hogy te jobban megtalálod. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem hosszú. Az eleje egy hajkuval indul. Rigó ünnepli a létezés örömét. Macska szem villam. Rigó ünnepli a létezés örömét. Macska szem villam. Nagyon sokan írnak Magyarországon hajkut. Ha az ember az internetet nézi, rengeteggel találkozik, de nagyon sokan nem tudják a hajku igazi lényegét, amit Ajda csodálatosan tud, azt, hogy az utolsó sorban kell lenni valami nagyon meglepőnek. Hát itt is a Rigó szegénykém ünnepel, és megjelenik a macska. Ugye ez aztán igazán egy meglepő fordulat. Innen folytatom. A megfakult hajnalok már napok óta lopakodtak a kertvégi partján, nyomukban megszínesedve zörögtek a bokrok, a cserjés ágas-bogas sűrűjén már alig-alig törtek át, a fénypászmák mélyükön nyirkos nyálkás félhomály derengett. Az okkeres, barnás avarban gondtalan madarak szemezgettek, neszeztek. Nem messze tőlük Luna nevű cicánkat délutáni álmából a hanyatló nap vörös redői keltegették. Lassan ébredezett. A kissé megrodgyant szakajtóból, amit ma is birtokba vett, kélyesen nyújtogatta ki mancsait, éles karmait merezgette. Rózsaszín érdes nyelvével bundáját fényezte, csinosította. Zöldessárga épp csak csíkra nyílt szemében, még az álom szárnyai verdestek, de a füle már mohón habzsolta a halvány hangok varázsát. A sötét pupillákban hirtelen vadászó fény csillant, fekete teste a magasba lendült, hosszan megnyúlt, és levegőt hasítva sistergett az ösztön. És most jön a záró két hajkú, nap részvörösben, víztükrén tépett pihék, széthulló titkok. Szélsodort tollat, vízkelyhe befogadta, ég fohászt rebeg. Még egyszer, nap részvörösben, víztükrén tépett pihék, széthulló titkok. Szélsodort tollat, vízkelyhe befogadta, ég fohászt rebeg. Ugye milyen gyönyörű. A költői igazán nagyon-nagyon szép. És a negyedik része a kötetnek, ez az évszakaim. A különböző évszakokról beszél. Ez talán a legmélyebb, a legőszintébb sorokat tartalmazza. Ezek az érzelmek törnek föl ebből. Ilyen például a bádogember szerenádja, de a többi is rendkívül élvezetes. Olyan kötet ez, én úgy érzem, amit az ember nem is egyszer, nem is kétszer vesz elő, hanem sokszor, és mindig talál benne valami szépet, valami szívhez szóló. Hát Ajda, én ennyit mondanék a te kötetedről, nagyon élveztem, és nagyon köszönöm, hogy beszélhettem róla, nem csak a japános részéről, hanem a magyarosról is, mert én azért magyar szakos is vagyok, úgyhogy nagyon gratulálok hozzá, köszönöm szépen. Akkor hallgassunk meg 6 haikut, és akkor ezek szerint kétszer kell mindegyiket, ugye? Rendben van. Az első. Kertem csendjében némaságra ítélt kő.
utca zajt hallgat. Kertem csendjében némaságra ítélt kő utca zajt hallgat. Második. Nádas közt leltem rég elhagyott kalapom. Jé, benne kakukk. Nádas közt leltem rég elhagyott kalapom, jé, benne kakukk. Harmadik. Harmadtól foltos, apámtól örökölt kard neveket suttog. Harmadtól foltos, apámtól örökölt kard neveket suttog. Negyedik. Első sugarak harmadcseppen játszanak, épp hogy lélegzem. Első sugarak harmadcseppen játszanak, épp hogy lélegzem. Az ötödik. Út beteljesült, virágmagot szór a szél, égig ér a csönd. Út beteljesült, virágmagot szór a szél, égig ér a csönd. Hatodik. Vörös varjak a napban, tenyeremben út, fellegek szállnak. Vörös varjak a napban, tenyeremben út, fellegek szállnak. És ha már itt adottunk, hadd lépjek át a Heiburra, ha már erről volt szó. Én most a professzor asszonytól elnézést kérek, egyszer fogom felhozni a munkát, mert úgy van ennek íve, szerintem. Azt mondja, hogy ez egy hájbun. Érzem megkötéltánca. Vésődött szerep. Minták életre kelnek, feledett eskük. Ütőverő szó, zokogó félsz és kételj. Táguló pillán. Tikasztó hőségben azúran csillogott a lég, és a déli harangszó öblös hangja visszhangozva vibrált a forró háztetőkön. Házak szeme bezárva, redőnyök leeresztve, az éjszaka alig-alig enyhe hűvösségét a falak és a zsaluk igyekeztek minél tovább rabságban tartani. Az utcák magányosan püszködtek a tűző napsugarakkal, a tüzet lehelő betonon ráérősen vonszoltam magam. Átellenben egy anya szaporázta lépteit. Egyre gyorsabban haladt, mögötte agolt patakzó könnyektől maszatos arcú gyermeke. A kétségbe esett sírás, melyet az egyre hangosabbá váló zokogás váltott fel, pengeként hasított a füllet, nehéz illatokkal telt levegőbe. Szeres! Miért nem akarsz szeretni? Elcsuklón, fuldoklón tört föl az apró torokból. Szégyent hoztál rám, csúnyán viselkedtél, rossz voltál, nem szeretlek. Nyersen, kegyetlenül koppantak a rövid mondatok. Vakító harag, heve húrgyán nyíló száj, törpülő lélek. De szeress, szeress, csak egy puszit, csak egy puszit. És anya, anya, ne siess, várj meg, anya! A kisfiúban torzult ordítássá erősödött a kétségbeesés. És ekkor hirtelen szélvészként feltűnt a járdán egy kerékpáros. Szavak ereje, érzelmek dzsungelében, érzés, kötéltánc. Te honpad róla ma? Ja, miért vagyok én honpad? Azért, mert kista vagyok, és menedéket vettem. Ez egy kicsikét hasonlít csak a... Mikrofon. Csak abból a szempontból, hogy az ember kap egy új nevet. Tehát buddhista vagyok, és menedéket vettem, és nekem a honpad rólmát adták, ami annyit jelent, hogy szelítséggel védelmezőt. Megpróbálok ezen az úton haladni. Hát időnként sikerül, időnként nem. Úgyhogy... De a verseidben is megtaláljuk ezt a
hitvallást? Én úgy érzem, hogy igen. Kívánom, hogy a kezükben olvassák majd, tehát birtokolják a kötetet. A hátuljáról szeretnék felolvasni nagyon fontos pár mondatot, mert a könyveinknek jó ideje a korrektora, a nagyszerű Halmai Tamás, aki költő, kritikus, eszéíró, gondolkodó, minden minőségében nagyszerűt alkot, és nagyon örülünk, hogy hozzánk tartozik. Ő olvasta ezt a kötetet is, és ritka az a helyzet, amikor ő az olvasott és korrektúrázott kötettel kapcsolatban gondolatait kifejezi, és ezek az összefoglalók mindig az adott kötet hátulján szerepelnek. Csak az elejéről olvasok föl. Én nagyjából kint hallgattam Juditnak az előadását, és hozzá szeretnék valamit tenni. Amit most hozzáteszek, olvasás. Ritka tülemény, hogy egyetlen verses kötet több költészeti teljességgel lepjen meg. Szabó Aida könyve ezzel az erénnyel ékes. Egyik dimenziójában az ős magyar hitvilág megszólaltatásához talál regés beszédmódot, majd erről szeretnélek kérdezni, baladás hangnemet, ígrices szókincset, másik kiterjedése kereti műfői fuvallatokat formál Kárpát-pedencei lélegzetté. Azaz egyszerre kapcsolódik az Arany Jánosi honszeretet poétikájához és a macóhópasói miniatűrök szellemtanához. És mindkét irányban derítő távlatokat nyit, szabadító terekhez juttat. Mindezt egy szonetbeszédet is ismerő, stilizáltan vallomásos versikus egészíti ki, egy János szerkezetére, erről már esett szó. Tehát itt, ha jól hallottam, akkor leginkább a japános formákról, nem? Én ezt mind elmondtam. Hát akkor rosszul hallottam. Bocsánatot kérlek. Hát nagy rosszat tettem. Félig hallottam. Jó. Pont Arany és Macóvasót említettem. Elnézést. Szívem magam. Köszönjük szépen, hogy felolvastál. Akkor én azt mondtad, hogy 45 perc van egy. Igen. Akkor zárjuk egy meccsel. Igen. Jó. Csak itt ne nagyon legyen olyan komoly, ez az este azt mondta, hogy a ismétlés a tudás anyja nekem. A magyar tanár dőnökkel is a nagylajos gimnáziumban azt mondta mindig, hogy ismétlés a műjék anyja. Én a buddhista egyetemen más tanultam. Igen, ő valószínűleg református. Én pedig humanista vagyok, és most felolvasom a Gyöngyös pokol, mégpedig az évszakai ciklusból, amiről szó volt. Villámrebben, csóbbanó lelkem ébred, azúran égcsilingel, dalsarkal. Szemzugomban foszló győrt sárga képek, fut vetített jövőm, dereng, zeng hajnal. Szúr vág kinti létem, didelgek félek, mennyi a tüzön út és a szabad akarat. Gyöngyös pokorban bolyongom fény, lépek, lét tettem, rózsám is elcsituló harmat. Szilom eső hull, vigypang ernyős árban vörös nap csalogat szilaj paripán. Csillagavar fakul, cserepes sebek. Ómadár támad, őrt áll csöpp talizmán. Élet kibe jár csontosodó várban? Állj rozsdás pókálós erek. Számot vetek.
haikukat fogadják szeretettel, és origamikat. Igen. A békák ugrálnak is. Meg kell nyomni, gyerekek biztos otthon fogják szeretni. Nagyon örülök, hogy erről a könyvdebutóra sor kerül, könyvbemutatóra sor kerülhet. Tett. Aidát mi régóta ismerjük, a Naput online és korábban a Naput hasábjain. Elsősorban annak idején, mint a Naput állandó haiku pályázatának gyakori nyerteseként. Újabban nem csak így, hanem évente kírunk egy kötettel még nem rendelkező szerzőknek olyan pályázatot, ahova bármi beküldhetnek, ez az úgynevezett céldús pályázat. Ezt Aida többször megnyerte, és felajánlottam neki, hogy ott legyen egy verses kötete. Ez a verses kötet van itt most önök előtt. Lehet, hogy szegről végül az első. Hivatalos kiadó tekintet talán, igen. Ez az, ami az öröm, és egyúttal az előbbi incidens bizonyította, hogy Szondi György hogy dolgozik, úgyhogy teljes valóban láthatnak összes tévedésemmel együtt. Köszönöm szépen! Köszönhető Aida kedves vendégeinek is, őket is szívesen, szeretettel köszöntöm. Hát magunkra maradtunk, Gyuri itt hagyott bennünket ketten Istvánnal, tegyük a dolgunkat. István. Kántai István vagyok, én nem értője vagyok a írásművészetnek, hanem csak olvasója, úgyhogy nem tudom, hogy Szénia jól választott-e, amikor kiemelt a szürke tömegből, és nem akart beszélgetni. Hát nagyon szíven talált engem ez a kötet, mert már a mottójával is azt mondja, rettenetes, hogy a tényekből sosem tudhatjuk meg a valóságot. Rilke. És már itt gyanút fogtam, amikor elkezdtem olvasni a kötetet, hogy itt nem akármivel fogok találkozni, hanem női metafizikával. Nem csalódtam. Egy olyan barátom van, aki ilyen jellegű költeményeket ír, de ő kristálytiszta metafizikus, úgyhogy hát szinte, hogy mondjam, párba lehetne ezeket a verseket rakni, de nem is megindult, majd alkalmat kerítünk rá. Viszont már itt az első vers olyan módon ad választ a mottónak szerintem, hogy bemutatja azt, hogy igenis ideátról, amikor tényekkel okoskodunk, akkor valami odaáti teljességre támaszkodik ez az okosságunk, és valahogy a kettő így egy teljességet ad. Nem tudom, hogy helyesen mondom-e, valami ilyesmikre gondolsz, amikor verset írsz? Arra gondolok, hogy az ember elmúlik 50 éves, és akkor körülnéz a világban. Jézus Mária, ebben éltem. Csak fák, csak szél, építmények. Hogyan is tevődik össze a valóság, pusztán tények egymás mellettiségéből áll össze. És akkor arra a következtetésre jutottam, én nyelvészetet is tanultam, úgyhogy egy olyan asszociációt, párhuzamot szeretnék hozni, hogy a tények úgy viszonyulnak a valóság egészéhez,
mint a betűk a szavakhoz, mint hangok a nyelv egészéhez. Csupán részletek, csupán támpontok, kiinduló alapkövek. Hogyha nem ismerjük a mögöttük lévő összefüggésrendszert, ugyanúgy, ahogy a betűk szavakán kapcsolódás, akkor a grammatikai törvényszerűségeket, akkor nem fog összeállni belőle a teljesség. A valóság az teljesség, ahhoz szükség van az én lelkemre, amin átszűrök minden tényt, külvilági ingert, és akkor kapom meg belőle azt az egészet, amit én valóságként megélek. Hogyha ketten találkoznak, és utólag visszaemlékszik egyik, másik a találkozásról, nem ugyanúgy fogják megélni, nem ugyanazok az emlékképeik maradnak erről a találkozásról. És akkor megkérdőjeleződik az, hogy létezik-e objektív valóság. És hát én rájöttem, hogy nem. Annyiféle valóságban, ahányféle ember. Úgyhogy azt hiszem, ezekből a filozófiai gondolataimból származik a verseim egy része. Talán az ébredéssel kezdhetnénk. Megkérhetjük Zsoltot, hogy legyen szíves, olvassa fel, hogy micsoda traumatizáló az embernek az a borzalmas nagy tudat, amivel megtölti az életét. Nagyon szívesen, annál is inkább, mert a szakszofonos nem jött, aki a meghívóban volt, úgyhogy van itt hosszú verset is hallgatni. Egyébként én nagyon köszönöm, hogy olvastam a verseket az előzőben. Nekem Gráci Orka, annak a csendje, tisztasága és a lelke köszönt vissza. Ébredés. Az üvegségen csorranó fény urkot vett az idő partjain. Még átlátszó vagyok, még csend vagyok. Ételi könnyűség, puszta érzékelés. A növények lélegzésének ütemére lüktetek. Lét előtti állapotom örökítő anyagba kódolt lehetőség. Végtelen idő az otthon. Isteni harmónia bizserget. Átjár az ős tökéletesség. Sugárzásom meleg és illatos. Lágy mozdulatlanság mindenütt. Körülöttem tagolatlan a tér. A kint és a bent opál ködében levek. Még nincs határozott formája az énnek. Hártyás szárnyú buborékok ringanak. A szétválás előtti minden egy halk szimfóniájának hangjain sodródom. A csillagok árnyéka a bársony sötét. Csend, fény. Csend, fény, dallam és sötétség egyszerre. Millió alakban létezem. Mind én vagyok. A teremtett rend. A mindöröktől fogva itt levés részese, oszthatatlan, egész, a teljesség hajnalkarja dédelget. Ölelése delejes áramokat indít meg, sűrűsödő jelenlétem középpontjában. Ébredő gravitációm lassan körén rendezi az anyagot. Először a szövetek petjei jelennek meg, mint meg annyi pete, aztán csörgetező zubogással áriák elnek és szerveződő terepek között kocsonyásodik sejtjeimben az eszmélkedés. Lassan átcsúszom a térbe. Sokasodásomat tűzúrásnyi fájdalom jelzi. A külvilág ingerekre szilánkosodik. Kélesedett érzékszerveimre hegyomlásként zuhannak a valóság darabjai. Homokszemként szúrja szemgolyómat a fény. Pászmái csíkokra szabdalják a három dimenziót. A rács szerkezet osztatóit villódzó árnyak rángatózása lépesíti be, idegen testek kérgén rések fakadnak. Nyilásaikból posványosodó hanghullámok törnek elő. Létezésük zajja kalapács ütésként koppant dobhártyáimon, nyüzsgő lények láthatatlan csápjai fonódnak köré. Nyírkos érintésükre hideg lelősen megvonaglanak bőröm receptorai, hirtelen sokan leszek. Ráébredek súlyosságom terhére. Alig létezésére szűkül a tér. Önállósodó szerveim hártyái megnyúlnak, közöttük csupasz üregek ébrednek, amelyekből túlélet fekényként felszakad tudatom. És azonnal partalan áradásnak indul, miként a légnemű anyagok betöltő a rendelkezésre álló teret. Minden önmaga fennhatósága alá rendez. Már nem csend vagyok és nem fény, hanem csend, fény, dallam és sötétség egyszerre.
Hatalmassá tágult tudatom betölti a mindenséget. A szimfóniát beitta a fül, a sugárzás melege mozdulattá lényegült. A harmónia az én központi irányítását végezni beépült az öntudatba. Az ős tökéletesség milliárdnyi parányjá forgácsolta önmagát. Csupán egy vagyok közülük. Észlelem a tudat peremén visszavert hangokat. Mindet egyenként. Elkülönítem a zene levegő dallamát és a pörőj érces csattanásait. A rezgések lágy patakja bekúszik lelkem bántjai közé, és utat talál a könycsatornák járatai felé. Így folynak át rajtam a világ legszebb keringőjének háromnegyedes ütemei. Csapocskáimmal és pálcikáimmal érzékelem a színeket. Biztos ítélettel kiválasztom az okkert, a hétféle sárga közül Gauguin tahiti lányainak csupasz könyök hajlatában. Nyelvim bomb, hol sikilt fa, hol kélyesen regisztrálja az oldalaiba szűrődő színeket. Az édes kanyargó indákat növeszt szájpadránsomon, és hosszan velem marad. A keserű, elől sűrű vanadékot eresztve nyelvem menekül. A valóság tükör cserepekre esett töredékeiből képes vagyok összerakni magát a valóságot. Én egyedül. Mert tudatomban őrzöm a világot. Tudatomban őrzöm önmagam. Az egység burka immár meghasadt. Elmém barázdájában, mint sérült bakelit lemez, fokozódó hangerővel jár a körbe-körbe az elakadt gondolat. Az egység burka meghasadt. Egyedül maradtam. Sírtán meghalom saját üvöltésemet a hajnali némaságban. Az ordítás óriásivá nőve, élem határának szegény jég árad, és hurkot vesze, visszaverődik a tudat partjai, és az eszmélet végcsőké kétségbeesésében megkísérli a lehetetlent, hogy a lét előtti formátlanságba álmodja önmagát, amikor még csend volt. Csend, fény, dallam és sötétség egyszerre. Utolsó sorok egy ritmust idéznek meg bennünk, azt a ritmust, hogy visszatérve őssejtjeinkhez pillanatról pillanatra újra teremtődünk, újra eszmélünk, újra felépülünk, újra tudatosodunk. Ez a folyton újra teremtődés, ez egy olyan misztérium, ami nyilván megkísért egy költőt, hogy ezt fejtegesse. És itt jön elő a másik nagy tényezője ennek a kötetnek, a jó öreg idő. A jó öreg idő, ami bizony nagyon jellegzetes a mi világunkban. Itt ugyanis idő van. Amikor álmainkban kalandozunk, akkor azt éljük meg, hogy minden azonnal történik, minden könnyen működik, minden akadály nélkül működik. Viszont mikor ideát vagyunk, akkor az idő hirtelen, hogy mondjam, felültet bennünket a saját lovaira. És nagyon szépen mutatja be ezt a vers, hogy hogyan ülünk föl erre a különleges tátos paripára. Hogyan rohangáljuk bele az ideát világát. Én ezt így éltem meg, amikor olvasgattam ezt a versikét. Szeretném felmutatni ezt a kötetet, az a címe, hogy ideát. De remélem, hogy senkit nem téveszt meg. Tehát nem ötletet, vagy javaslatot felkiáltó módban, hanem az ideát világa, hús-vér valóság világa az, ami engem foglalkoztat. De hogyha van ideát, akkor milyennek képzelem én el az odaátot? Egyáltalán el kell a kettőt választani? Amikor leszületünk ide a földre, akkor elkezdődik a végesség tudat, amit nem az első pillanatban élünk meg, de ahogy telik múlik az idő, el tudjuk különíteni, hogy az odaátban végtelenség van, térben, időben és energiamennyiségben. Az odaát tölt bennünket az ideátnak a hús-vér
szakaszában, mert hogy ez csak egy szakasza az egész létezésnek, ez a földi valóság, ez az élet. Van kezdete, van vége. Valahonnan jöttünk, leszülettünk, megszülettünk, ez a kezdete, ez a szakasz egyik határa. Meghalunk, visszamegyünk valahova, itt ér véget a véges földi létezésünk. De mi emberek és minden teremtett létező azért ott találja meg a valódi otthonát, az odaátban. A kettő között bejárható az út. Nekünk tudatosan tisztán kell tartani ezeket a járatokat. Ezt napi ritmusban is megtesszük. Amíg ébren vagyunk, addig testünk, lelkünk és szellemünk szent hármasságának minden összetevője ide áttartózkodik. A test az alvásban is ide átmarad, de a szellem és pláne a lélek töltekezni, energiát kapni az ő régi végtelen hazájába mindig visszajár. Ugyanígy van, vagyunk az idővel. Számunkra véges idő létezik ebben a húsvér ideát életben, de amikor elalszunk, álmodunk, töltekezünk a végtelen energiával, ott nincs idő. Ennek a megéléséből származik tulajdonképpen az Idő lovai című versem, aminek a felolvasására Zsoltot is meg fogjuk kérni. Még egy gondolat, Zsolt, mit készülődik? Annyira szereti a versét, hogy teljesen elvágyult, itt elengedtem rá. Igen? Bergsonnál lehetett olvasni, meg kedvenc nagyregényemben, Thomas Mann Varázshegyében, hogy kétféle idő létezik. Van objektív idő, amit az órával mérhetünk, de ez nem érdekes, mert az ember úgyis mindig a szubjektív idejével ítéli meg a dolgokat. És amikor boldogan töltünk el időt, és emlékeket gyűjtünk, akkor úgy érezzük, hogy a pillanat rohan. De hosszú távon csak ezeknek az emléke marad meg. A lusta, unott, szürke hétköznapok adott pillanatban hosszúnak megélt nyűgie, az emlékezetben semmissé foszlik. És akkor most kérem Zsoltot, hogy legyen szíves olvas. Az idő lovai. Az idő fogatán lovai gyeplőjét félkézben tartani embernek nem lehet. Féktelen vágtájuk tajtékos evében felszánt az égbolton napfodrot, fellegett. Véreles szemükre álmokat küldenél, s lasszóként szellemet fonnád e perc köré. Egy titán bűvöli lépteik ritmusát, mert a múlt, mert a most, mert a majd mind övé. Ám ha egy hajnalon reszkető, mint a mély, vágyván a méz után végre te jössz felém, szertehul út, idő, ködbevész lósörény, s űrbeli árnyakká foszlik a büszke mélyén, és a holt tér ölén hirtelen megfogant indázó végtelen bimbaja ránk ragyog. Föld alatt, föld felett, csillagok tér közén nincs se nap, nincs se éj, csak te vagy. És én vagyok. Az időnél még titokzatosabb a ritmus, és ugye a vantott engedések közben a ritmusról se feledkeztél meg. Itt ugye táncolnak szépen a múzsák, és amikor ugye az idő tulajdonképpen nem létezik, de attól még a ritmus létezik. És ez nagyon titokzatos dolog, mert ugye álmainkban is, meg ezekben a különleges létállapotokban, amikben úgy időnként kerülünk, a ritmus azért megvan. Kronosz meg eltűnik. És ugye, ha belegondolunk, akkor a ritmus az időnek egyik arca, egy sejtelmesebb arca, mint a mérhetőség változata az időnek. Ilyen
ritmusok, a visszatérés különféle módozatai, ugye egy nap ritmusa, egy napos lények is vagyunk, egy hetes, egy hónapos, egy éves korszakok ritmusai, és tulajdonképpen ezek örök visszatérések, mondjuk egy nap múlva is, egy hét múlva is, örök visszatérések, de az ismétlődés azért nem ugyanaz. Ugye? És ugye én azt érzem a muzsák táncában, hogy ezek az istenség, Isten asszonyok teljesen fejezik ki ezt a sejtelmességet még a táncukkal is, meg hát, hogy léteznek ők a különféle ugye, csodáknak a múzsái. De hogy gondolod ezt? A múzsaság, illetve az ihlet, az is oda átroljon, hogy egy picit tovább vonjam ugyanezt a gondolatot. Az ihlet az mindig egy olyan csodálatos, kegyelmi állapot, amelyet nem tudunk előidézni akarattal. Írhatunk pályázatra verseket, vérelve rejtékkel, de amit úgy szokták mondani a költők kicsit nagyképűen, hogy amit küldenek, hogy alig tudja a kezem követni a gondolatomat a papíron, az bizony feltről érkezik. Az, hogy van-e múzsája minden egyes művészeti ágnak, hát nyilván ez az antikvitásig megy vissza, ahol ugye tudjuk, hogy az ember volt a mindennek a célja, végcélja, alaptézise, és ahol emberarcúak voltak az istenek, és mindent tudtunk köszönni, és mindenért tudtunk hibáztatni isteneket. Sajnos ebben a korban, amelyben élünk, magunkra maradtunk. A múzsát is magunk teremtjük önmagunknak, de, és itt egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. Nagyon szeretem a kötelmeket, a fegyelmet, a múltba nézést, az elvágyódást. A múlt az mindig lezárt, biztos kapaszkodó számomra. Én egy szorongó lélek vagyok, és nekem nagyon fontos az, hogy törvényszerűségek keretei között tudjak kúszva kötve táncolni. Most lehet, hogy arra is kérdezett is lát, hogy nagyon sok hexameterem, kötött formájú versem van, és ezeknek a ritmikájára megpróbálom felültetni, ráültetni, rajta himbálni a gondolataimat. De ez soha nem erőszak vagy kényszer szülte kombináció, mert mindig megtalálja a mondani való, az üzenet, a maga formáját. És Istvánnak igaza van, nagyon sokszor visszamegyek mitológiába. Megírtam a múzsák táncát is, a kötet második ciklusának a tematikája a költészet. És mit is akarom most bevezetni? Igen, és például a kétkedés szonettjében is, mert gondoltam, hogy előbb-utóbb készítsük elő azt, hogy haladunk a kiválasztott versekkel. Egy érdekességet hagy mondjak, én paraszti sarj vagyok még első generációsan, és rengeteg olyan levelet olvastam, amit paraszt fiúk írtak haza édesanyjuknak, szerelmüknek, mennyasszonyoknak a katonaságtól vagy a háborúból. És az ugye a 19. század eleje, 19. század vége, 20. század elejére még ez jellemző volt, amit tapasztaltam. A levél az vers volt. Tehát a paraszt gyerek nem tudott az övéihez másképp beszélni, csak gyönyörűek ezek az egyszerű verses levelek, és valószínű, hogy a teantodon is azért mozognak ezek a klasszikus ritmusok, ugyanúgy lélekből fakadó, mint ezeknek a fiúknak is, ugye, az volt. Tehát a beszéd az más volt, a levél meg csak vers lehetett. Ez fantasztikus. Tehát ezek nagyon ősi gyökerekből jönnek ezek a megnyilvánulások, amit a verseidben is bemutatsz. Most jutott eszembe, hogy ezek az édesanyai karringatások,
a dúdoló, az ismétlések, a refrén. Ebben a felgyorsult, szerteszéjjel zrikált világban a lélek elcsitításának eszköze is egyébként. Sokszor elolvasom egy-egy verset, most nem az a lényeg, hogy én írtam, nyugatosok például, ha írták. Olyan elcsitító hangulati elemek vannak benne, akár a ritmus, akár az ütemezése, hogy megnyugszom tőle. És hát a mai posztmodernet viszont nem nagyon értem, úgyhogy talán ez lehet a válasz arra, hogy miért van ilyen sok kötött versem, és miért zenél dallamot a vers. Erről is szó lesz még, csak először a kétkedés szonekként. És még engedjék meg, hogy miért ez belekezdett. Hadd kapcsolódjak itt a vershez, a paraszti verseti mondattal. Katonakoromban csak szabolcsiakkal voltam összezárva, 24 fős sportteremben, és csináltam egy irodalmi fordítóságot, ahol kiraktam verseket. És egy szabolcsi paraszgyerek, nem is paraszgyerek, hanem autószerelő, mindegy is, az ő mennyasszonya Elza névre hallgatott, aki azt mondta, hogy én nem várlak meg téged, mert ez a két év nagyon sok. Nagyon szeretlek, nem várlak meg. És a fiú szomorúan odajött, és kirakta a Louis Aragon Elza a szeme című versét. Oda ment, lemásolta a verset. Elza szeme, szemed oly mélyítőn szomjazva ráhajolt a tüketlen arcukat, bámulták a napok, és elküldte. Évekkel később jártam velem, nevű köszönben, nem a szombathelyné van. Mindegy, valahol Szabolcs vagy Mántól hívták a helyet, és megtaláltam ezt a bizonyos Istvánt, és ott volt a asszony, három gyerek, és a vers hatására bizony megvártam. Aztán két évvel az a panusi lány soha nem kapott még ilyen verset. Senkit. Tehát ez meg semmi köze a kétkedés szonettje című verset. Ott kinn ősz cseperész, a füzek kúsza árnyai nyúlnak, len a Dunán tarajos karikák gulyafény köreleszket. Gyors foganás, s a halál szorosán utolérni a percet, szertéranló fodrai közt a ma égi azoknak. Koppan a csend, ütemén lecsorognak a cseppek az órák, s még elszólnak, a sors szüli meg diadallal a másuk. Valami sevest katonákkal tömni a rést be utánuk, bárha a hat odavész, könyörögve hiába is volnák, mert ez a rend. A bilincs szemeként odafűzve a lánchoz, vízni a célban, akarva a bölcs igazát, mit a lánchoz, hinni, hogy egy, ha zenél, az egész muzsikál, sose hóbort. Ám de a kételj örök, jut-e földi babér a hősnek, fennmarad-e neve annak, akit követői legyőznek, és felidézhetik-e suta dáktiluszok ma az ókort. Pestibár nevű vers, és hogy az előttünk szólókhoz ne előttünk szólóktól teljesen ne maradjunk le, hát erre a hősi kicsit nemzeti angulatra is rálelünk, amikor ezt a Pestibárt olvassuk. Szerintem egy nagyon különleges darabja a kötetnek a vers. Halljuk, ha lehet. Bocsánat, én is hozzátűzök pár szót, nem van? Miért nem érdekel, én belebeszélek ide. Azért nem vagyok színész. Jó magátok, hogy egy színészszel nem beszélek. Én nem még kértem az Írószövetségből, biztos vannak, hogy benne vannak még. Utóbbi időkben olyan intézkedések sora jött, nem csak mostanában, hanem az elmúlt 15 évben, ami szerintem alapvetően sérti az írók jogait, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy nem kellene esetleg Velszi Bárként időnként odaszólni és azt mondani, hogy ne éljen Eduárt, és nem a miniszterelnökről beszélt, nem politizálok, hanem bizonyos intézkedésekre, amik mindig voltak, amik rosszak, például most a jogiak megutítása és hasonlók.
És bizony én is idéztem, és olvastam a verset, nagyon érdekes volt, hogy idéztem az illetékesnek, az elnök asszonynak, hogy 500 bizony dalóva vár, ment, vár, lángsírba belszivár, de egy sem tudta mondani, hogy éjjel elvált. Tehát jó lenne, ha legalább közülünk is lenne három, aki nem tudja azt mondani, hogy éjjel elvált. Tehát sajnos nincs. Talán még egy sem. Tehát Pesti vált. Volt papírja, tolla. Védte szelleme. Írt őszinte hittel. Nem volt ellene. Ő sem mocskolt senkit, így hát mit se félt. Mindezért cserébe lágy derűt remélt. Látta kinn az élet kit, hogyan gyaláz. Őt nem érdekelte a hírnév hajszaláz. Nem vágyott a fénybe, hogyha írt, örült. Lelkén szűrt mögöttet, átott és körült. És megjelent egy ember, őszes, tévetek, azt hirdette róla szomjas és beteg. Nem szalad, nem ugrál, tisztes csendben él. Múltba néz, s a verse dallamot zenél. Ezt a szomj okozza, íme bölcske hely. Fogd, igyál belőle, aztán énekelj. Én ma megsegítek, háradalt nekem. Szóljon ugyanóta, mint ön énekem. Feltekint a költő arcán szürkeség, néma döbbenettel büszke lelke ég, ám az izma rándul, ösztönöst fizet, s csak kilúgja végül azt a korty vizet. Erről nem lehetett volna okosan beszélni szerintem. Jobb volt hallani. Nagyon szép volt. Tulajdonképpen van egy reménytelenséget sugalló vers is ebben a kötetben. Hát, hogy mi férfiak ne reméljünk. Ja, nem volt a hajlandó elmondani. Úgyhogy szerintem erre a csemegére is ki kell térni mindenképpen, ha ezt elszavalnál, ez a tőled hitelesen hangzana. Ballad a férfiakról. Íjoni versforma. Ó férfiak, ti, bámész gyerekek. Elnézem kedves, sóvár arcot. Tóként felfénylő lázas szemetek. Csak sóvárjatok, mit sem ártotok. De fáj a szív, ha rátok gondolok. És akár a csitri, szendén nevetek. Bár értetek, tán sírni volnagok. Mit kezdjek én egy férjel veletek? Ó férfiak, mind szánom harcotok. S ha látom olykor pirban égni már a láz virágát ügyként rajtatok, úgy fáj, ha rólam se frecsen rá a sár, bimbót viharral tépni szét, bekár, de néktek álompajzsot veretek, s nakonk szipán majd lassan körbezár. Mit kezdjek én egy férjel veletek? Ó férfiak! Ó férfiak, sok víni kész tatár, a fal veszélyes, mászni meredek. Arcom derüljét bírjátok, ha bár, de kedvetekre mégsem tehetek. Hiába kapkod értem kezetek, sosem leszek a jobbik veletek. Bocsássatok meg, egyet szeretek. Mit kezdjek hát egy férjel veletek? Herceg, urak, s ki perzsel még a nyár, ti néktek én csak múzsa lehetek, ameddig engem gyűrűm párja vár. Mit kezdjek én egy férjel veletek? Ehhez nincs mit hozzáférni. Tulajdonképpen én úgy nézem ezt a kötetet, hogy vannak benne, vannak ugye az időről, a lét alapkérdéseiről a versek,
és vannak benne különleges csemegék. A többek közt ugye az iménti vers is ez volt, és azt kutatom, hogy mi az, amit még úgy meg kéne bolygatnunk egy kicsit kettcsinálóként. Tehát annyi minden van, hogy nagyon kövére sikerült ez a kötet szerintem. Úgyhogy... Hát... Nem. Talán jó lenne a Gulácsi Lajosra emlékezni. Igen. És ki fogja elmondani? Én sültem belőle. Akkor légy szíves. De tényleg, ez biztosan... Biztos csemege, de most már elkeveredtem az időben egy kicsit. Gulácsi Lajos, csak beleszettem még már lesz volt. Az államvilágban menekült szegény, nagyon hosszú időt töltött, életének az utolsó 16 évét elborult elmével, skizofrénként a Lipót mezei gyógyintézetben, de amíg voltak világos pillanatai, azokat is csak úgy tudta túlélni, mert nem igazán a saját korának embere volt, hogy kitalált magának egy államvilágot. Ez volt nekünk Szipán, amelyet aztán nagyon gyakran meg is festett műveiben, leginkább a toszkán kisvárosi, aki ott járt Olaszországban, úgy tudja elképzelni leginkább, mint a toszkán kisvárosban lennének különböző fejpedővel, extrém ruházatban emberek, különleges nyelvet beszéltek, ez az ő fejében létezett, és aztán időnként beszélt is hozzájuk. A Nakongszipánban Hullahó című képéről, festményéről, ezt magam elé állítottam, és egyfajta álomvilágba képzeltem önmagamat is. Nagyon-nagyon híven írom le, én azt hiszem, hogy képkockáról képkockára azt, hogy bent a kávéház belsejében révedez, mereng egy ember, ez a valóság, és amit kint lát, az a rengeteg narancs, ami nem is a fákon nő, hanem ki tudja az égből potyog alá, azt pedig elvezeti őt az álomvilágba, az ő maga által elképzelt álomvilágába, és ez egy tónusában leginkább ilyen hideg-kék kép, amelyet csak a narancssárga napként elképzelt narancsok vidámítanak. Zsolt, megvan? Persze, megvan. Nakongszipánban hull a hó, már éppen térdig él, álomszitáló izgató, a csendiség fehér. Télüvegén mennyi jég? Az alkony tündökön, ott künt tucat narancs nap ég, zsonglőr dobálta föl. Hiába fagy, a bár meleg, a csésze gőzölök, és benne a fényben unt telek nyugalma füstölök. Az ablaktáblán pára foly, egy sóhajtásnyi vágy, akár a lányok titka, oly pironkodó, de lágy. A kávéházi szegleten egy barkó révedez, s a messze fényű végtelen a valója része lesz. Csodát fogan a képzelet és ember arcot ölt. A déli báb sző végzetet, ez más világi föld. Nakongszipánban volna jó, viszont zsibong a vér. A csend szitál, és hull a hó, és az álom égig ér. Hát csak annyit mondanék erről, hogy időnként nagyon megértem Gulácsit. Úgyhogy nagyon érdekes versek Xéniánál, fiaival kapcsolatos versei. Nekem legjobban tetszett ez a beavatás vers, hogy ha ezt szabadna megszólaltatni. Szerintem különleges. Régebben, amíg 4 évvel ezelőttig nem írtam verseket, mindig köszöntőt írtam a születésnaposnak. Azok nem versek, rímbeszedett jó kívánságok.
És amikor rájöttem arra, hogy esetleg annál mélyebben is tudok alkotni, azóta ilyen kis magvas filozófiai üzeneteket csempészek bele. És ezt az én drága Bencém 24. születésnapjára írtam ajándékként. Beavatás, Bence fiam 24. születésnapjára. Tudhát, mindig éltél. Kezdetben te voltál az űr éj sötétje a nagy bum után. Végtelen erővel ringó égi bölcső. És a csillagfény fogantál Isten, és csillagfényt fogantál Isten oldalán. Később lagy meleggé olvadt létezésed, és áradó derűként eltér új helyet. Hangfodrokba bújva kozmosz járt, aholtod végképp sikerült már elfelejtened. Hajnalpír herített, s önmagad keresve harmad csepp rizébe szülted lényedet. Lágyan ringatózva fosztottál a légbe, és ismét szerte hullott önnön lényeget. Önző vágyaikkal áramod beitták csillagport virágzó, mohvert fény vénfenyők. Így lettél faóriás, évezred tanúja, testvérlomb köztük egy, de mégsem ők. Ó, jaj, nem találtad célod itt a földön. Pórusod lehelt bár frissülő időt, atlaszként emelted váradon a mennyet, törzsed oszlop árnya mégiscsak kidőlt. Illeszány kötött meg, s könnyű libenéssel egy bibére bíztad bolygós életed. Gondtalan cikáztál, és tetted ezt mi végre? Kár volt hímporod így eltecsérleni. Majd szarvas királyként hajnalt messze üzve, homlokodra tűztél csillagot s napot. Szellőszökkenéssel már a fénybe vágytál, új formád a létnek új irányt szabott. És ím, most emberarcú lényed jár a porban, foncsor vesztett tükröt, tudja én ki vagy? Álmok álmodója, megtelepszel immár, vagy burkot cserélni késztet még az agy? Hány testet viselsz el, és tépsz össze önként, míg a véglegesre éned rá? És hányszor kell néked még újjászületned, hogy egyetlen egyszer meglend önmagad? '23-ban kelt a vers, és bennem azt az érzést keltette, mintha szándék nélkül megemlékeztél volna Madácsról. Ugye Madács év volt tavaly, és hát ugye a madácsi menetrend van benne ebben a versben tulajdonképpen. Szóval Gyuri ideget így csinál, lemutatom, hogy fejedünk benne. Jó, akkor tulajdonképpen úgy gondolom, hogy sikerült kedvet ébreszteni sokakban a könyv lapozgatására, de ez a könyv is olyan, mint az előző, hogy sokszor elő kell venni. Én már ezt a nyers változatát, mióta csak összeállt, olvasgatom, lapozgatom, ízlelgetem, és ez a kötet is olyan lesz, amit időnként talán egy pohár jó bor mellett vele kell olvasgatni, és újra és újra ízlelgetni ezeket a szépségeket, amiben benne van foglalva. Szabad még is valamit? Hát akkor elköszönünk, és barátsoljunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgatta a drága közönség Gyurinak a lehetőséget, a kötet megvalósítását, a kötet bemutató körülményeinek biztosítását. Zsoltnak nagyon szépen köszönöm, hogy biztos, hogy valami nagyon fontos rontól bontuk el, és mégis eljött. Én amatőr vagyok, úgyhogy amatőr boldogságban. Köszönöm mindenki. Köszönök én is mindent, és elnézést kérek. Az egész es szokásra megörökítették Alicskó Péter barátunknak köszönhetően, és időt eltémet fölterül a honlapunkra, tehát
mindannyian résztvevők nézhetik, tovább küldhetik, kedves szereplőink is. Szeretnék egy szávavirágot. Pajjának is. Az az igazság, hogy a fülemhez tettem, mert szóval nagyon szóval. Az az igazság, hogy van egy harmadik szál rózsa, de amilyen napon ma van, azt nem kapta meg a Vihar Judit. Majd valahogy megoldom. Beérem könyvben. És a borról szó volt, a bor önöket már most is, titeket kint várja kis harapnivalóval is. Kint vannak könyvek, amelyeket árusítanom kell, árusítani fogok. A két szerző pedig itt, valószínűleg itt az asztalnál dedikálja önöknek. Köszönöm mindenkinek, valamennyi szereplőnek, Kátai Istvánnak, Pozsgai Zsoltnak, nagyon aki bebizonyított, hogy a Wikipédiában beírható az is, hogy előadó művész, és a két főszereplőnek ezt a szép másfél órát, amit együtt tölthettek. Kint, ahogy mondtam, ez vár mindenkit. Vár bennünket, vagy önöket egy újabb bemutató, újabb kettős bemutató. Törekszem akkor már, bár az idő teltével ez kérdéses, hogy rendesebben vezessem, amit vezetek. Most kint a könyveket árulni, arra még jó leszek. Köszönöm szépen!